Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit szeretne közölni veletek? Itt mutatom az új kártyáimat, két csomag, mindkettőben 100 kártya van, tehát összesen 200, és ebben a pakliban gyógynövények vannak. Én ezekkel a kártyákkal jósolok, de mesélni fogok a gyógynövényekről, ezeknek a gyógyító hatásáról is, lesz benne mitológiai történet is. Nagyon érdekes, és most mutatom itt ennél a jóslásnál. Először megkérdezzük azt, hogy mit szeretne veletek közölni. Ezt mutatja itt ez a gyógynövény, németül Gänseblümchen, magyarul 100-szor szép virágnak nevezik. Ez a 100-szor szép virág ismert a mitológiából is, Helénának a könnyeit mutatja, ennek a jelképe. A gyógyításban van hatás, ha meg vagyunk fázva, vagy köhögünk, de segít abban is, hogy a vérkép megjavuljon. Mit szeretne közölni veletek? Ez a virág szimbolizálja a gyermekeket. Vagy vannak nála gyermekkori emlékek, és erről szeretne beszélni. Az is lehet, hogy szeretne gyermeket tőletek, és ezt mondani szeretné. A második kérdés. Mit titkol el? Mi van a háttérben? Ezt mutatja itt ez a gyógynövény. Ezt németül Gute Heinrichnek hívják, egy jó Heinrich. Heinrich az egy férfi név, nem tudom, hogy tudnám ezt magyarra lefordítani, de mivel így egy jó Heinrichről van szó, valami jóság van a háttérben. Vagy valaki segít neki, és erről ő hallgat, vagy ő szeretne segíteni nektek valamiben, de erről még nem beszél. És konkrétan mit fog közölni veletek, ezt mutatja itt holunder, ez magyarul bodza virágot jelent. Ez a bodza, ez segít abban, hogy a vérkép tisztuljon, ugyanúgy, mint a 100-szor szép virág is, de kihat a vese betegségekre is, javítja ezt, tehát van egy ilyen gyógyító hatása. Úgy szokták mondani, hogy a bodza virág az ilyen hűségesen kísér bennünket, pontosan ez a jelentése is, hűség és egy ilyen kapcsolat. Az lehet egy baráti kapcsolat, lehet egy párkapcsolat is. És pontosan ez az, amit ő konkrétan közöl veletek. És ez volt ez a gyógynövény jóslás. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!